Kérdezem, kisasszonyt, elfogadja a válaszadó szerint. Igen, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A kormány különböző oktatáspolitikai döntéseit évek óta heves tiltakozások kísérik. Ezen tiltakozásoknak az elsődleges oka az az alacsony bér, amelyért a pedagógusok nap mint nap dolgoznak Magyarországon. Emlékezetes, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor önök bevezették a pedagógus életpálya modellt, akkor azt ígérték, hogy majd a minimálbérrel együtt emelkedik a tanárok fizetése is, így biztosítják annak értékét, majd ezt az ígéretüket is megszegték. Emellett a magas munkaterhek is nagyon nagy problémát jelentenek, és alig észlelhető sajnos a szakmai szabadsága és megbecsülése a tanároknak a kormány részéről. Ilyen helyzetben az önöktől elvárható magatartás az lenne, hogy elgondolkodnak és érdemi tárgyalásokat folytatnak, megfogadják a tanárok javaslatait, ehelyett a státusztörvény tervezetével olajat öntenek a tűzre. A munkaterhek növekedni fognak, ennek megfelelően az időbeosztás kiszámíthatatlanabb lesz, a szabadságuk is csökken a pedagógusoknak, és a tanárok béremelése lassan olyan lesz, mint Kalambó felesége, senki sem látta soha. Miért gondolják azt, államtitkár úr, hogy vonzóbb lesz egy pálya, hogyha többet kell dolgozni? Miért gondolják, hogy vonzóbb lesz az, hogyha akár 90 kilométerre is áthelyezhetők lesznek a pedagógusok? Miért gondolják, hogy vonzóbb, ha csökkentik a helyettesítési óradíjat, vagy tovább csökkentik a pedagógusok szakmai szabadságát? A tanárok fele 50 évesnél idősebb, a 30 évesnél fiatalabbak aránya pedig mindössze 5% a rendszerben. Nem zavarja önöket, hogy akár újabb tanárok, pedagógusok ezres nagyságrendben hagyhatják el a pályát? Várom érdemi válaszát, államtitkár úr. Megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. A látleletben mi a legfontosabb kérdés, abban egyetértünk, a pedagógusok béremelése. Ez teljes mértékben nyilvánvaló mindenki számára. Volt korábban egy 50%-os béremelés, de nyilván mi is, mindenki látja a háborús inflációt, mindenki látja a szankciók következményeit, ami nyilván a pedagógusoknak is nehezíti a helyzetét. Ezért égetően fontos mindenki számára, hogy emelkedjen a pedagógusoknak a bére. Mi egy olyan megállapodást fogadtunk el az Európai Unióval, hogy visszamenőlegesen 2023, az idei év január 1-ével visszamenőlegesen nőjenek a pedagógus bérek, nem is kis mértékben, jóval 20% fölött. Ebből egy 10%-os részt tudtunk a költségvetésből megelőlegezni, de abban a pillanatban, hogyha végre mind az Európai Unió, mind a magyar baloldal abba hagyja a blokkolását a saját forrásainknak, a magyarok pénzének, ami a költségvetésnek is része, de az Európai Uniós közös költségvetésből származik, abban a pillanatban 561 000 forintra tud emelkedni a pedagógusok átlagbére, a jövő évi bér pedig 681 000 forintra, pontosan azért, hogy kifejezzük a bérben is a megbecsültséget, és aztán elérjük a célértéket, a kb. 800 000 forintos értéket 2025-re, és a 2030-ig ezt az értékén megőrizzük. Tehát amit ön mondott, hogy ahogy a bérek növekednek, úgy nőjön a pedagógus bér, ez a garancia benne van a mi javaslatunkban, ez ugye 800 milliárd forint EU-s forrást és 5600 milliárd forint hazai költségvetési forrás tartalmaz. Tehát ez a legfőbb célunk, és rajtunk nem múlik. Tényleg olyan rendszert hoztunk létre, amiben nem járhatnak rosszul a pedagógusok, úgy, hogy pénzt nem veszíthetnek, de időt veszíthetnek, és a baloldal láthatólag folyamatosan ezen dolgozik. Gyurcsány Ferencbe is ismerte, Molnár Csaba mondta, hogy erre büszke is, hogy ezt a munkát végzi. Ami a tanároknak a szabad keretét jelenti a tanítás kapcsán, hogy 10-20%-ra növelt az újnat azt a részét az oktatási időtartamnak, vagy tartalomnak, amit a pedagógusok maguk választhatnak meg, pontosan azért, hogy ezáltal is a szabadságuk nőtt, ami pedig a munka aluli szabadságot jelenti, tehát a szabadságon töltött napok számát. Nem is értem, hogy ön hogy beszél csökkenésről, amikor 46-ról 50-re nő a javaslat szerint a pedagógusoknak a szabadságot, tehát egyáltalán nem csökkenésről, a növekedésről van szó. Innen folytatom majd tovább az egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót. Ja? Pardon, bocsásson meg a elnök asszony, viszont válaszra megadom a szót, és egyben átadom az ülés vezetését, Lapocsai elnök. Köszönöm, elnök úr, szabadság alatt nem a szabad napok számának csökkenését értettem, hanem a szakmai szabadság csökkenését. Másrésztről önök folyamatosan Brüsszellel igyekeznek takarózni, holott ez nem igaz, államtitkár úr. Hogyha megnézzük a számokat, akkor feketén-fehéren látszik, hogy az oktatásra a GDP arányos ráfordítás
2017 óta folyamatosan csökken, de jobbat mondok, 2001-ben az első Orbán kormány idején 5,4% volt a GDP arányos ráfordítás az oktatási rendszerre, magasabb volt, mint az Európai Uniós átlag. Ezt vitték le most már 4,7%-ra, tehát folyamatosan csökken az oktatásra fordított összeg az önök kormányzása idején 6 éve. Ez bizony nem Brüsszel döntése volt, hanem az önök saját döntése. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, és egy perces viszontválaszra miniszterhelyettes államtitkár úr a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, elnök asszony, tisztelt ház. Pontosan is a szakmai szabadságra mondtam, hogy az új NAT 10%-ra 20%-ra növelte a pedagógusoknak azt a szabad óra keretét, amivel a szakmai szabadságuk tud nőni. Ugyanakkor azért minden diáknak arra pedig garanciát kell, hogy adjon az állam, hogyha valaki egyik iskolából átmegy a másik iskolába, akkor körülbelül ugyanazt tanítják neki, körülbelül hasonló könyvekből, hasonló tananyagra, ugyanúgy föl tudják készíteni az érettségre. Tehát ez meg a másik elvárás a szülőknek és a diákoknak teljesen érthetően, hogy azért ne legyen olyan nagy különbség az iskolák között, hogy egy költözés, vagy az érettségre felkészülés, vagy a felvételi nagy differenciát hordozzon. Ami a munkaidő beosztását és egyéb szabályokat illeti, ezekben nincsen újdonság, amiket ön fölhozott, tisztelt képviselőasszony, a munkatörvénykönyvében, a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben nagyjából jelenleg is hasonlóképpen szerepelnek, hiszen az iskolában tanórák vannak, szeptembertől nézik június 15-ig a tanévet, a legtöbb speciális szabály ehhez igazozik. A helyettesítésnél pedig, hogy mi előnyösebb a mostani 30 nap, vagy pedig a 80 vagy 60 órás időtartam, ami azért elsőre kevesebbnek tűnik, arról azért még hosszan tudnánk vitatkozni, lehet, hogy fogunk is. Köszönöm szépen!